Na hello srácok, ez itt egy elég különleges videó. Elég fura lehet nektek most ez a szituáció, ugyanis egy ilyen nem megszokott helyen vagyunk. De csak számotokra nem megszokott, nekünk megszokott, mert mi minden nap itt vagyunk, ugyanis ez a saját kertünk. Egyik nap megláttam ezt a kis mini bográcsot az egyik boltban, az jutott eszembe, hogy ugye ezt nem erre szokták használni, hogy főzzenek benne, hanem a kaja melegen tartására szokták használni, de én aztán belegondoltam, hogy lehetne egyáltalán ezzel főzni, esetleg gyertyák segítségével. Szóval ezzel a kis mini bográccsal fogunk pörköltöt csinálni. Uuuh! Annyit előre elmondunk, hogy előre próbálkoztunk egy kicsit, és ugye ide fér a gyertya ennek a tartónak. Hát megpróbáltuk egy gyertyával, sajnos nem sikerült felforralni a vizet, azaz nem lehet vele főzni. Szóval fogtunk egy ilyen fém cukorkupakot, savanyú cukorkás fém tartónak a kupakját, és erre négy gyertya ráfér, és hogyha így a négy gyertyát rárakjuk erre a tartóra, egy gyertya helyett, akkor gondoljuk, hogy négy gyertya az már talán elég lesz ahhoz, hogy meg tudjuk főzni vele a pörköltet, úgyhogy így fogunk próbálkozni négy gyertyával. Na igen, és itt van, itt láthatjátok közel ezt a kis mini bagrácsot, hát itt a kezemben elég ilyen kis mini, hát látjátok milyen kicsi nám, tök jó, Szóval ebbe fogunk pörköltet csinálni, hát nagyon izgatottak vagyunk. Pörköltet. Na szóval begyújtom a gyertyákat, a távoliakat kellett volna előbb. Ja, te béna. És most megint a közelit gyújtom, hogy lehetek ilyen béna. Szóval, azt még nem mondtuk el egyébként, hogy már megpróbáltuk egyszer felvenni ezt a videót, csak akkora szélvihar volt, hogy... Ha normális vagy? Akkora szélvihar volt, hogy egyszerűen abba kellett hagynunk a videót. Rárakjuk a kis bográcsot a gyertyák fölé, hogy elkezdjen melegedni. Elég jó, elhelyezem a gyertyákat, hogy... Annak nagyon kicsi az lángja, Máté. Annak ott nagyon nyugodom, jó lesz az. Reméljük, hogy nem alszanak el. Hát igen, már ez is egy probléma ezzel, hogy befúj egy kicsit a szél, azt már alszanak is el a gyertyák, de hát reméljük, hogy azért megmaradnak. Már forró! Amúgy még csak egy pár perce van rajta, azt mondom, forró! Igen. Na szóval, hoztunk le hozzávalókat itt. Láthatóak. Ezek a hozzávalók a pörkölthöz. Na, van itt mindenféle olívaóa, meg egy kis fűszer, előre elkészített fűszer. Van itt paprika, hús, sertéslapocka, pontosan. Fejezd már be, mert hány inger lesz mindenkinek. Azzal fogom elkezdeni, hogy egy kis olívaóa, kis olíva, ez elegzótán, ez már fél éve nem vittes. Ja. Inkább egy év. Öntöm is bele az olajat, reméljük, hogy nem fog főpörcöngeni. Na. Egy kicsit beleplöccsenge. Kicsit bele. Szakzsargont használ. És mivel gondoltuk, hogy ilyen mini bográcsunk van, ezért mini hozzávalókat is használunk. Nézd csak ide. Mini hagyma. Az mini hagyma. Ez egy normális méretű hagyma. Ez hol normális, te nyomaranc. Illetve mini paradicsom. Na erre már nem mondhatod, hogy ez normális méretű. Hát nem tudom, majdnem akkora, mint a fejed. Kezdjük is el a hagyma összevágásával. Hát először is megpuszoljuk. A kivis késsel? Nem tudom, valamilyen mangó. Mi ez, srácok? Írjátok le kommentben. Mi van azon a késen? Muti a kés? Nem lesz itt kés, soha pörgött a fagyatékos. Egyébként ezt sokan nem tudják rólam, de én egy főző szakácsmester vagyok egyébként. Sokat szoktam főzni, tudod. Aha. Vajon sikerül megfőzni a pörköltöt gyertyákkal? Tegyék meg tittyeiket a komment. Vajon a Máté mennyi percet töltött haja befésülésével? Fél perc, igen. Fél perc? De miért mondod el? Most így már nem titok. Láttatok már ilyet? Sercegsz már? Az nem serceg magától, te nagyon hogyne okos. Hogyne sercegne? Azt a hagymát rárakod, akkor fog sercegni. Igen, akkor siess már te béna fejük. Te akarod aprítani? Aha, én akarom aprítani. Jó, akkor aprítsd. Semmik aprító. Aprikot. Na, akkor fogd meg az izét. Új, az már nagyon izé lesz, abba kell még egy kis olaj, mert mindjárt felrobban. Most már nem robban fel az olaj? Most már megmentettük. Ja, aprítsd, de ne olyan nagyon sokat, hanem csak egy párat húzzál rajta, igen, hogy mini legyen. Na, hát ez már elég mini. Már vegyük le, nézzük meg. Ez már elég mini, úgyhogy ez már jó lesz, jól van, okos vagy. Most srácok, ez egyébként elég fura lehet nektek, hogy mit főzünk, meg ilyenek. Ezt most nem azért csináljuk, mert hogy milyen nagy főzős csatorna vagyunk, meg ilyenek, hanem meg akarjuk nézni, hogy lehet ebbe a bográcsban főzni kaját, rendes kaját, én kis mini kaját, és gondoltuk, hogy csinálunk belőle egy videót. Mehet bele a bográcsba.
Jó, serci-merci, serceg, bár most szerintem le is ütött az egészet. Nagyon mini apróra kell vágni a paprikát is, hogy a Krisztián, mert hogy a Krisztián nem szereti, és hogy ne lehessen kiválogatni belőle. Ja. Hát ez nem nagyon akar sülni, úgyhogy igazából... Nem tudom, hogy lesz ebből valami egyáltalán vajon? Tippeljetek, írjátok le a kommentbe. Lesz belőle vajon valami, vagy esetleg nem lesz belőle valami? Serceg már, te nyomoranc! Hát nem igaz. Hát vizet se ismerti. Tehát vizet se ismerti! Várnunk kell. Meg most várnunk kell. Akkor most várnunk kell, amíg... Amíg a... Megsercen egy kicsit hagyma. De most ne kavargasd már, te barom, mert elnyomod a sercegést a béna kavargatásoddal. Na hát srácok, ez a gyertya ez nem igazán akar égni, úgyhogy a Krisztián hoz nagyobb gyertyákat, esetleg megpróbáljuk azzal. Én addig összevágom a húst. Szóval kezdjünk is bele! De miért ilyen nyomorék? Milyen nyomorék gyertyák ezek? Ilyen icipici apróra vágom a húsokat, srácok. Szerintem meg lehet, hogy ez is nagy amúgy ez a hús, mert hát ezzel a gyertyákkal megfőzni ekkora húsokat? Hát, nem tudom, de azért engem kérdeztek, akkor nem biztos, hogy így lehetséges. Na de mindegy, megpróbáljuk azért. Na, sikerült, sikerült. Mit csinálsz, te nyomara? A szabály csak az volt, hogy gyertyával kell megfőzni a pörköltet. Ezek is gyertyák. Basszus, mátet folyik oldalra a vizé. A gyanta, mit csinálsz, te barom? Milyen gyanta? A viaszt. Viaszt, akkor nem. Az a baj, hogy ezek nagyon magasak, ezek a gyertyák. Hát, valamit lehetne vele kezdeni talán. Ketté vágni. Csak azt is tudni kell ám, hogy milyen magas legyen, mert hát azért nem az se jó, hogyha túl alacsony. Na, most nagyon megy a srácok, most nagyon megy a főzés. Hát jó, de ez még amúgy közel sem elég hozzá. Ezt igen? Azért belerakjuk, hát az egy év lesz, még fölmelegszik. Igen, még fölmelegszik, és utána még meg is kell főnie, szóval. Igen, amint láthatjátok itt, kicsit magasak ezek a gyártyák, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit meg kell farigcsálnunk hát őket. Ennyit le kéne belőle vágni. Ez az vágni? Jó van. Vágódeszkát nem fogjuk tudni használni, de hát kinek kell, az már nem. És még oda is. Igen, jó hangzik, csak lefolyik a viasz, kisfiam. Ha már gőzölög! Aj! Na meg, gyulla! Basta, már korom fekete is lett a bográsnak az oldala. Kicsit add még a láb. Igen, hát azért szerintem az fog egy kis húztat adni, az jó nagy lángja van. Hát hasonlítsuk össze a lángját a többivel. Ó, hát kétszer akkor a kisfiam. Ó, nem ma kókuszreszelék. Ja, hát fűszerre dobjuk. Nem ma. Ha rendesen sül. Hát srácok, mi próbálkozunk, de hát látjátok, hogy nagyon nehéz. Ja, az egy gyertyával kaját az egy gyertyával, tényleg gyertyával kaját főzni, az olyan, mint ha Krisztiánnak matekozni kéne. Azért két külön dolog. Igen, egy meg egy. De látod, három, kettő. Oké, és hát az jókor most lesz, de mindegy. Majd nem, most a korom nem számít. Az számít, hogy tudunk-e ehető ételt főzni egy ilyen kis pici bográcsban gyertyával. Mindent! Ebédért! Megpróbálok még egyet ketté nyisztantani. De ne itt nyisd, szansd barom, hanem akkor valamivel máshol. Ez a pörkölt főzés alapvető mellé. A gyertyavágás. Gyertyavágás. Na ilyen durva gyertyavágó mester, te még nem is látta azt a nyisztantást, figyeld, mint egy katana. Jó, így perfektos lesz. Nem lesz perfektos. Miért? Mert távolosz van azért. hát ez már rendes, ez már... Ez már azt is mondanám talán, hogy esetleg már valamiféle eredeti bokeráshoz hasonló jelenség. Na belerakom a húst is. De mit csinálsz, te barom? És beledobja egy kupacba a húst. Ez hülye. Máté, ön hülye. Na kész van már, kész van már. Hát még nem igazán. A fene egye meg! Na szóval, már itt vagyunk egy jó 20-30 perce fő a hús. És szerintem én ezt a bográcsot megfogom és eltávolítom. És elfújjuk a gyertyákat. Máté, azt hiszem, hogy te már kóstoltál belőle.
Uh-huh. Megfőtt a hús, megfőtt? Hát megfőtt, de azért ne csodálkozzál, hogyha találsz benne nyers darabokat. Na, szóval. Mi illik a mini bográcshoz, meg a mini pörkölthöz? Hát mini tányér és mini villa. Egy kis mini krumpli. Akkor szedjél nekem egy kis krumplit. Oké. Okay. Hello. Na. Ez maga az enyém. Jó van, úgy felezd is csak el, jó, jó van, elfeleztem, nem csalunk, a fele jön hozzám, megértettük egymást. A fancba. Szedd azt a börít, oj. Na jó, fejezd be. Na szóval, jó étvágyat, Krisztián. Jó étvágyat. Na, akkor kóstoljuk meg a gyertyával főtt pörköltet. Nem rossz, kicsit drágos a hús. Ez egy rendes pörgöl, rendes, ízes, finom pörgöl. Ja. De hát amúgy most nem akarok itt felvágni meg minden, de hát azért ez nem csak ám a gyertyáknak köszönhető, ám hanem ja. Azért... Ja. Jó, ha esetleg valami professzionális valaki. Ha én kipróbálom ezt még egyszer, akkor lehet inkább bent csinálnám, mert itt fújja a szél állandóan a gyertyákat, és a Máté eltakarta a kezével a gyertyákat, és akkor sokkal jobban főtt a pöri, úgyhogy az sokat segít, ha nem, nincs szél. Hát nem egy könnyű feladat, meg nem egy rövid időtartamú feladat, de egy kész, elkészült kaja. Jó, hát mondjuk a negyed gyomromra nem elég, de... Ja, meg fő kell volt. Töröld le a pörkölszaftot az orrot, hegyérőbe kell. Ez az utolsó adventi gyertya maradt. Ő túlélte. Tisztelgünk a két hős gyertya előtt. F for gyertyáz. Ezt írják. F a gyertyáknak magyarul te fagyatékos. Na. Meg is ettük mindketten a pörköltöt. Szóval a végső eredmény az, meg lehet főzni gyertyával a pörköltöt. Na, szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőt. Ez a nagyon fontos. Igen, ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Hello! Na most megyek ezek, mert még éhes vagyok. Ja, ez tényleg rossz finom voltam úgy. Ja, jó volt.